A digitális vagy más néven interaktív tábla fogalma még a legtájékozottabbaknak is újszerűen hangozhat. Az ötletgazdák szerint a taneszköz nagy mértékben segítheti az iskolai oktatást a szemléltető foglalkozásokon. Lényege, hogy a számítógép képét egy projektor a falra vetíti, de ilyennel már találkozhattunk. Csak hogy a falra vetített képre ugyanúgy írhatunk, mint a hagyományos táblákra. Sőt, a képet megérintve vezérelhetjük a számítógép összes funkcióját. A bemutatón kiderült, rengeteg taneszközt helyettesíthet az okos masina, például a filmvetítőt, térképeket, mágnes táblát vagy az írásvetítőt. De a lehetőségek szinte korlátlanok. Itt a gazdagréti közösségéhez vállalkozott arra, hogy egy merőben új oktatási szemléltetési eszközt mutat be. Beszereztek egy interaktív táblát, ami gyakorlatilag egy tábla összekötve egy számítógéppel kivetítőn keresztül a számítógép képe kivetül erre a táblára. Tehát amikor valaki megérinti a megfelelő ikont, az akkor ott konkrétan meg is jelenik, mint hogyha ezt a számítógépen követte volna. Nagy előnye, hogy bármilyen más szemléltető programot, akár az emberi testről, hát rengetegféle szoftver van már forgalomban, ami alkalmas szemléltetésre, nyelvoktatásban, ez borzasztó hasznos lehet. Ha jól láttam, viszonylag komoly érdeklődés volt az iskolai igazgatók részéről, ők most nézegetik, próbálgatják. Azt szeretném, hogyha ez a kerületi pedagógus társadalom tetszését elnyeri, akkor utána valamilyen logika mentén fokozatosan be tudnánk vezetni az iskolákba, akár szaktantermekbe, mert igazából ott van a legnagyobb haszna. Szerintem lenne értelme, de a pedagógusoké a végső szó. Ha a tábla a pedagógusok tetszését elnyeri, a jövőben uniós és hazai pályázatok segítségével kezdődhet el terjedni az interaktív tábla használata.